azok az emberek, ahol van visszajelzés, és itt leginkább a pozitív visszajelzésre gondolok, sokkal jobban termeltek, sokkal többet tettek a cégek, mint azok, akik ezt nem kaptak meg. A, a cégben a raktárosnak, a targoncásnak, azok, akik, akik nap mint napot és, és nem kapnak el is, mert nálunk kapnak egyébként, de úgy normál cégben nem. Ha oda, bárki oda megy és egy jó szó, szó ki, az ember, az lehozza a csillagokat az égre. tisztességes ember, az egy hiba után tögyész magát. Hát rosszul. A furdaja, a minden baja van. Most ha te még odamész és még beletaposod a sárga földbe, ugye nem az a célunk, hogy letapossuk, a cél, hogy felhozzuk. Elindítjuk az első podcast adásunkat. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Az első vendégünk Markovics Béla, aki a Mapály Kft-nek az ügyvezetője, Akit azért hívtam meg, mert hihetetlenül jól tud rendszerben gondolkodni, és ezt a tudást szeretnénk veletek megosztani. Béláról egyébként tudni kell, hogy 34 milliárdos árbevételt csinált Magyarországon, közel 300 munkatárssal, és már lassan 30 éve működtet itt a céget Magyarországon. A vezetők legnagyobb problémája az, hogy nem jók a jutalmazási és büntetési rendszerek, és adott esetben emiatt a munkatársak elmennek egy másik helyre dolgozni, vagy nem tudják azt elérni, hogy termelékenyek legyenek az emberek. Béla elmondja a 30 év tapasztalatából, hogy pontosan hogyan kell használni ezeket a rendszereket. És az egyik legfontosabb rendszer egyébként önmagában, amit mindenkit foglalkoztat cégvezetőként, a teljesítménybérezés, és a Béla pontos adatokkal, számokkal és példákon keresztül fogja neked ezt bemutatni, hogy hogyan működik ez náluk. Ne csak azért nézd végig ezt a műsort, mert szeretnél tanulni a rendszerekről, hanem lesz lehetőséged egy egyórás beszélgetést Bélától megnyerni. De ezt majd csak a műsor végén. Ez itt a Gondolkoz rendszerben podcast, én Dienes Attila vagyok, a műsor házigazdája. Kezdjünk is bele! Béláról azért tudni kell azt, hogy vezetőként egy olyan alázat, egy olyan tisztelet jön ki belőle, amivel ugye a munkatársakat igencsak magas szinte tudta hozni. Tehát 250 munkatársal azért a háta mögött igen szép céget építettek föl, ami azért 34 milliárdot tudott nekik hozni a konyhára de amögött belelátni a cégekbe, belemenni abba a részleteikben, hogy pontosan mi történik, azt gondolom, hogy ez a podcast meg fogja adni nektek erre a választ. És ugye azért is kérdezem Bélától itt legelső alkalommal, hogy ha azt mondjuk azt, hogy rendszerek, akkor mi az, ami neked azt mondod, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy a cégben ott kéne, hogy legyen? Hát szia Attila, és hát. köszönöm a hallgatókat is. Itt beszélgettünk a műsor előtt, hogy rendszerekben gondolkozni, rendszerekkel élni. Hát én rájöttem, hogy nekem nincsenek rendszereim. Legalábbis úgy gondoltam, és te mondtad ki azt, hogy igenis vannak, és tudom, hogy vannak, csak már nem figyelek oda, hogy mi van. Valójában nekem, nekem egyetlen fontos, sok, sok rendszer van a cégben, tehát anélkül nem tudnék élni. Én azért megéltem azt az időszakot, amikor a rendszereim még nem is léteztek. Nem kívánom senkinek. De van egy olyan fontos rendszerem, ami, ami, nálam nagyon működik, és amit leginkább én működtetek, az az elismerésnek a rendszer a cégben. Ez az a rendszer, ami, aminek ott kell lennie, és ami mindig működtetni kell. Nekem ez nagyon bejött egyébként. Aztán majd gondolom, később kifejtjük, hogy mi is ez, de hát ez az az egyetlen olyan rendszer, ami, ami ha, ha, többi nem lenne, én mindenkinek ezt mondom, kicsit hazugság, akkor is tökéletesen működnénk. Hát na, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy te hogy használod, hogyan viszed be az életbe, hogyan, hogyan, teszed azt meg, hogy ez neked mindig ott legyen a fejedbe, de hogyha mesélsz arról legelén, hogy ugye megemlítetted egy picit, hogy mikor nem volt ilyen rendszer, akkor mi történt, és, és hogyan indult, és hogy most hogy használod? Nagyon érdekes, ugye én 93-ban vettem át a céget, a cégvezetőt, és ért értékes töként kezdtem, de olyan értékes voltam, kívül, fogalma nem volt, hogy mi ez az értékesítés amikor megkerest egy barátom, hogy gyere a papaihez értékestenek, hogy én épületgépész mérnek vagyok, megkérdezte, hogy és mit kell csinálni, azt beszélni. Hát mondom öreg, azt az, meg. az működik, azzal nincs gondom. És hát azért nem úgy van az nekem Például volt egy partnerem, aki ez 6 hónapig minden héten egyszer elmentem, mire hat hónap után rendelt 10 tonna ragasztót. Úgyhogy kellett hozzá kitartás. Na de lényeg az, hogy átvettem a céget 93 ban és ez még rosszabb volt, mint az értekestnek beállni, hiszen akkor voltunk tizen ketten, és nekem fogalmosa volt, hogy mit jelent céget vezetni. Egyáltalán vezetni embereket. Egyet tudtam, hogy persze ki kell a utasításokat, meg be kell hajtani, de hogy végül is mit jelent a vezetés, nem tudtam. És ez 93 ban volt, és oda jutottam ezzel a nem tudással, úgyhogy a cég rohadt jól ment. Tehát nagyon mentünk, hogy 96 ban nem tudom, hogy bárki, aki ezt most hallgatja, érezte azt a gyomorban megcsavaró görcsöt, amit én éreztem akkor. És képzeld el, hogy mentem be a cégbe, minden reggel, és minden reggel, amikor értem, közelítettem a céghez, akkor lassítottam, hogy csak ne, hogy beérjek, mert ha beérek, akkor jött ez a, csavarás. Úgyhogy ez is kellett nem orvoshoz. Volt egy olyan napom, amikor az október volt, 90, ez már 97 talán októberre volt, amikor előtt tudtam kiszállni az autóból. És akkor el kellett mennem orvoshoz. Megcsipeztek kétszer is, na, a fene a És nem voltam gyomorfekér szerencsére, de akkor jöttem rá, hogy és addig semmilyen rendszer nem volt a cégben. Ugye ez nem mint egy induló cég. Mentünk előre, dolgoztunk, termeltünk, beszéltünk, az emberekkel is beszélgettem, de, de nem voltak működő folyamatok, leírt folyamatok, mettől mettig tartanak ki a felelősségek, semmi nem volt, és aztán elkezdtük ezt betenni, külső segítséggel természetesen. Én sok könyvet, akkor, akkor, tehát akkor hoztam egy döntést, hogy vagy abba hagyom, mert ott voltam, hogy ez, ez nekem így nem megy, vagy tanulok, hát inkább ott választottam. És hogyha arról beszélünk, hogy a dicséreteknek a rendszere, tehát ilyen olyan könnyű kimondani, hogy hát így adjunk visszajelzést, de az embernek ugye nem biztos, hogy jön, nem biztos, hogy elsőre elő tudja kapni, hogy ez hogy kezdted el, tehát mi volt az első, ezután azt mondod, hogy na akkor ezt elkezdem. Nem vagyok olyan okos, mint amilyennek kinézek egyébként, nem saját magamtól jöttem rá erre. Ugye sokat tanultam, és a tanulásom során hát arra a tapasztalatra jutottam, hogy lehet, hogy jobb, az embereknek a jót megmondani, mint a rosszat oda csapni csak. Ugye én mérnökként, a mérnök mit csinál, a a hibát keresi. És én pont ilyen voltam, észrevettem mindenkinek a működésében azt, amit nem jól csinál. Ha az eredményeket néztem, akkor negatív eredményeket láttam. És aztán jött egy tanácsadó, és azt mondta nekem, hogy figyelj már, Béla, tudtad azt, hogy aminek a figyelmedet szentel, azt kapod vissza? És akkor mondtam magamban, hogy fú, basszus, mennyire igaza van. És igazából 98 kezdtem el használni, nem, akkor nem a rendszerben az elismerést, mert ez a tanácsa nekem azt mondta, hogy figyelj, az elismerés az a fegyver, amit ha használsz, akkor olyan, mintha egy ilyen százlövetű ágyút használnál, jó értelemben. És a másik talán fontos dolog, hogy, a, hogy az emberek, és ezek, ez felmérések igazolták akkor, nekem bemutatta a felméréseket, sőt teszteket, hogy azok az emberek, ahol van visszajelzés, és itt leginkább a pozitív visszajelzésre gondolok, hogy mit csinálnak és jól, hogy csinálják, jól csinálják-e, vagy nem, de inkább mondom a jót elismerni, azok a munkatársak, emberek sokkal jobban termeltek, sokkal többet tettek a cégek, mint azok, akik ezt nem kapták meg. Hm. És azt mondtam, hogy ha figyelj, mennyibe kerül, mibe kerül semmibe, egy jó Igen. szó semmibe nem kerül. Egyébként Igen. az volt a felmérés vége, hogy az embereknek a 70%-ának, a munkatársak nem nálunk, általában Magyarországon, de Európában is, a 70%-ának nem hiányzik semmi más, mint egy jó szó. Igen. És ekkor Döntöttem, hogy na akkor én ezt elkezdem használni. Nagyon nehéz volt. Tehát nem tudom, hogy te voltál-e már úgy, de a dicséret szó, ugye én azért is mondom az elismerést, őszint az elismerést, mert a dicséret szónak van egy pejoratív értelme is az emberek fejében, hogy hát dicsér, dicsér, dicsér. nem is így gondolja, mert hát egyébként is külön is tudja, hogy milyen szar vagyok. Úgyhogy én őszinte elismerésnek használom. És nagyon nehéz volt. Főleg a vezetőkkel ezt elfogadtam, hogy hát ne a rosszat vegyék észre, a jót inkább. Hát fogunk arról beszélni mindenféleképpen, hogy uh, mi van akkor, hogyha rosszat csinál az ember, de mi maradjunk ennél a témánál, hogy uh, dicséret, visszajelzés. Hogyan képzeljük el ezt? Tehát egy hallgató hogyan tudja azt használni, hogy egyszer a rendszerbe tegye, be, betegye a mindennapokká váljon neki. Mert ez így, érthető egyébként, hogy tényleg jobban termel az ember, jobban működik, de, de hogy lehet rendszerbe tenni? Te hogy mit tettél ezért? Sokan mondják, hogy tehát az embereknek kell a korvács. De lehet, nem tudom. Egyet tudok, hogy nekem van két kisgyerekem, és a Lili is, meg a Milán is, mind a kettő jó tanuló volt. Hogyha én, hogyha ők valami jó eredményt hoztak az iskolából, én nem úgy fogadtam őket, hogy ah, tök jó, ez a dolgod, hogy tanulj hanem kitörő örömmel fogadtam minden jó eredményt, és azt láttam, hogy ettől még jobban tanult. Igen. Hogyha a Milán a teniszben elért egy jó eredményt, és vagy egy jót ütött, és azt én leismertem, még jobb a Ha a kislányom, ugye ő dílovag volt, hogyha ő egy versenyen jó szerepelt, utána még jobban szerepelt. Nem egyszerű ezt rendszerbe foglalni, már csak azért sem, mert az embereknek nagyon-nagyon furcsa dicséretet adni, és dicséretet kapni. Érdekes, hogy otthon viszont meg tudják ezt tenni. De de először ezek az emberek, úgy érzik, hogy, hogy ez csak te azért mondod, hogy hogy mondjál valamit. Hogy nem őszinte. És azért egyébként te, én két dolgot tettem. Az egyik, hogy bevezettem egy olyan működési rendszert a vezetőknek, hogy ők milyen időszakokban és milyen időszakonként biztosan kell, hogy elismerést osztogassanak a munkatársatnak. Uh -huh. Másik meg, hogy leírtam, hogy ott kell ismerést adni. Tehát az elismerés adásának van néhány szabálya, és ez, a, ez azt hiszem három vagy négyet hoztam, so, általában nem teszem be mind a négy, de az egyik legfontosabb dolog, hogy őszinte legyen. Tehát olyat, olyan elismerést, olyan dolgot kell elismerni, szabad, amire te tényleg úgy gondolod, nem a másik, mert a másik úgy gondolja, á, így szokták, á, semmi. De ha te úgy gondolod, hogy ez egy elismerése miért a dolog, akkor azt oké, okay, és az egyen őszinte. A másik legyen azonnali. Ha látsz egy jó dolgot, akkor ne várj vele két napig. Ez pont olyan, mint egy értékestő csinál egy jó üzletet, Fantasztikus, mennyi projektet, projektet, tízmilliós projektet, te megtudod, és válsz vele két hétig, majd jön szembe, és ó, oh, figyelj, már emlékszem arra, ő már rég elfelejtette, hogy ilyet csinált. A harmadik az, hogy ha lehet, és ez a, ez a legnehezebb szerintem embereknél, legyen érzelmekkel teli. Tehát tényleg te add bele azt, hogy te, te azt az embert szereted, mert jó dolgokat csinált. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor, az, akkor az, az mindent üt. Tehát akkor az őszintességet is, és mindent vele fogja hozni. És van egy negyedik, már eszembe fog egyszer jutni. Én tudom a negyediket. <laughs> Na, mondom. Kíváncsi vagyok, mit ezt le. Van benned egy ilyen jó képesség, Ez a műsoron kívül beszéltük is, hogy ha én megdicsérlek téged, már neked az agyad áll át arra, hogy te ezt a visszajelzést, ezt visszaadjad nekem. Tehát mint egy ilyen, mint egy játékos, aki játszik, tudod, és akkor szerintem ez lesz a negyedik. Ez tök jó, ez az ötödik lesz. <laughs> ötödik lesz. <laughs> Van egy negyedik, majd ezt nem fogjuk jutni akkor már mondom. A lényeg az, hogy, hogy és utána azt csináltam, hogy egy, hogy egy, egy fontos dolog, én magamnak eldöntöttem, hogy akárhol ma járok, ez egyébként nem csak a cégben, cégen kívül is, ha látok valami jó dolgot, látok olyat, amit, ami szerintem tök jó csinált valaki, azt elismerem. Cégen belül nap, mint nap. Tehát mindig megkérdezem az embereket, például, hogyha tartok egy eladást, hogy te egy nap hány elismerést osztogatsz? Azt mondta, négyet, ötöt, akkor mondom, érem százat. Hány emberrel találkozol? Hány emberrel látsz jó dolgot? Akár ahogy kinéz, akár ahogy rád néz, akár például egy munkatársnál mennyire elismerése miatt az, hogy veled dolgozik. Igen. Nem elég, hogy szépen jó termel, ott van, ő az életét tette a cég céljaiért. Úgyhogy ez az egyik. A másik, meg bevezettem egy csomó olyan dolgot, ami ami alkalom arra, hogy elismeréseket adjunk. Ezek például nálunk a cégnél, én is kötelező vagyok. Minden hónapban egy alkalommal, egy olyan fél órára, három órára le kell, hogy üljek minden beosztott a vezetőimmel, egy egyesével, négy szem közt, és ott. Én osztogatok elismeréseket, ő pedig elmondja a saját dolgait, a sikereit. Az első mondja el a sikereit, eredményeit, mert azt el lehet ismerni. Meg és a másik negyedéven ezt meg kell tenni. És különböző negyedéves meetingeket, ahol a cég ott van, a csapat ott van, ott a csapatot ismerem el. És én magamnak az a rendszer, az első rendszer, hogy én mindig csináljam. Mit gondolsz arról, hogy ugye vannak a vezetők? Mert én, hát ugye nyilván a cégvezetőkkel dolgozunk együtt, és azt látom, hogy amikor azt mondom, hogy a az utolsó emberről van szó, aki lehet, hogy csak lapától, akkor azt mondja, hát őnál nem működik ez. És hogy te erről mit gondolsz, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye nem biztos, hogy mindenki vezető, lehet, hogy irodába dolgozik, lehet, hogy kint dolgozik terephelyen, hogy ott mit érzel ezzel kapcsolatban. Ez, ez most egy rohadt jó kérdés egyébként, és tényleg így működik, ahogy mondtad. Nálam nem csak a vezető van kötelezve arra, hogy elismeréseket osztogasson, hanem mindenki. Én minden egyes képzésen, vagy egy, vagy egy meetingen ezt elmondom, hogy egymást ezzel is segítsük. De ez így igaz. Mondhatja azt az ember, hogy a? hát ő csak lapátod, de például én nagyon sok, a szégen kívül, nagyon sok szakemberre vagyok kapcsolom fizikai munkásokkal, akikné akiknél azt mondja az ő vezető, hogy hát figyelj, ez a dolga. Meg hát most figyelj, elismeréssel úgy el, semmit. Náluk működik a legjobban. Gondolj bele, hogy valójában a, a az ember mire vágyik? Az ember arra vágyik mindenki, hogy fontosnak érezhesse magát. Valamilyen területen, mindegy, hol, akár a családban, akár a cégben, de valahol fontos lehessen. És mondjuk egy utcasöprő, söprő az utcát. Hány ember néz úgy rá, hogy azt a rohadt nézem, milyen rendet tart. Senki. És ha neki odaszólsz, hogy figyelj, öreg, köszönöm szépen, hogy ilyen rendet tartasz az utcán, és milyen szuper, hogy így tudok sétálni, és nem a mocsokban, meg a szemétbe kell bot botladoznom. Tudod, az ember mit érez? Tehát figyelj, én most is borznogok. Ez, és és a, a, a cégben a raktárosnak, a targoncásnak, azok, akik, akik nap napot külcsönnek, és, és nem kapnak, el most nálunk kapnak egyébként, de úgy normál cégben nem. Ha oda bárki oda megy, és egy jó szót szól neki, az az ember az lehozza a csillagokat az égről. És mit gondolsz az elvándorláshoz, mi köze van? Tehát, hogy mennyire van az, hogy valaki jobban kötődik a céghez? Hát a termelés szempontjából szerintem kiveséztük, hogy sokkal jobb a termelése, mert arra teszed a hangsúlyt, ami, amire kell, és ugye ettől nő a termelékenység. De hogy látod, hogyha valaki el akar menni, másik céget akart választani, akkor, akkor mi a tapasztalatod ebben? Nagyon nagy hatása van arra, hogy az elvándorlás ne legyen, vagy csökkenjen. Ugye olyan cég nincs, ahonnan nem mennek el emberek, hát, vagy ahonnan nem küldesz el embert néha. Csak egy számadat nekünk, kétszázalékos fluktuáció volt tavaly. Tehát ha ezt veszem alapul, akkor, akkor azt mondom, ez hogy ez jó. rohadt jól működik. Igen. Egy biztos. A munkatárs egy ember. Ez most akár sajnos, akár egy örömhír, így van. És az ember nem válik nagyon más. Persze, én még azt mondom, azért fizessük is meg, mert szerzetesekkel háborút nyerni nagyon-nagyon nehéz. Tehát meg kell őt jól fizetni, de a fizetés, az egyébként a felmérések bizonyítják, meg, meg, a tapasztalat, az az ötödik, hatodik helyen egy embernél. Majd mondok egy példát, hogy mi volt nálunk ezzel kapcsolatban. És hogyha az ember azt érzi, hogy törődnek vele, hogy figyelnek rá, hogy fontos, hogy ő mit tesz az asztalra, visszajeleznek neki, érzi ezt, meghalja, meg megkapja, meg akkor ő nagyon hezen megy el tőled. És hogy mondjak egy, egy történetet, többet tudnék mondani, akik már vissza akartak jönni hozzánk, de persze nem, nem veszek vissza embert. De volt egy srác a gyártásban, aki elment tőlünk nem vesz egy konkurenciához, ugyanígy hasonló, nem konkurencia, hanem gyártó és elment, mert dupla pénzt neki. Nálunk egyébként középvezető, csoportvezető volt. Elment, majd hat hónap után felhívta az igazgatót, hogy jöjjönne vissza. Mi történt? Kérdeztem. Nem, nem kaptam meg a pénzt, nem nem tudok együtt fizetni, de megkaptam a pénzt, mindenem megvan. De tudod, most bocs, itt szarnak rám. Hm. Itt nincs egy jó szó, itt meg sem, megmondják, hogy mit csináljak, kész, és nem érdekli őket, hogy mi történik. Egy jó szót nem kapok. Hm. És az ember visszavett. visszavettük, vissza egyébként nagyon jó munkatárs volt. Tehát az elvándorlásban a felmérések igazolják, nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogy viszonyulunk a munkatárshoz. És nem csak a jó szót értem ez alatt, hanem azt, hogy érzi a munkatárs azt, hogy neked, mint vezetőnek, és itt tényleg a első számvezetőről beszélek, meg az összes vezetőről, Igen. fontos ő. Fontos, hogy ott van nálad. Ha ezt érzi, akkor marad. Még egyszer mondom, fontos, hogy meg legyen fizetve. Tehát azért az az ember, aki azon gondolkodik hónap közepén, hogy a gyerekének hogy vegyen két kiló kenyeret, meg tejet, hát az nem fog rá dolgozni. Abszolút. Tehát jó, nem, tehát nem azt mondom, hogy luxusban kell élnie, meg ugye mindenkinek megvan a maga életszínvonala, de tudnia kell jól élni. És, és így nem fog elmenni. Aztán, ha elmegy, akkor azt mondom, hogy mindig, hogy akkor menjen. Igen. Tehát nálunk is volt olyan, hogy, hogy az ember elment, majd hívott minket három, hogy jönne vissza, mondtuk, hogy bocs, hm. ide nem. Eldöntött, hogy nem jó neked ez a, ez a millió, ami itt van, keresni kell jobbat. Nagyon érdekes, amit mondták, hogy készítettek felmérést. Mi hat éve készítettünk elő először felmérést, hogy körülbelül a hanyadik helyen lehet a pénz, és ötödik volt. Ha. És amikor kész lett a felmérés, akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm. Még egy felmérés kérlek, mert ezt szerintem hamis. Nem, sem, terem. nem, nem <laughs> Ott álltam, hogy ó, nem lett ötödik helyen, mondom, biztos valami megelőzi. Az nem azt jelenti, hogy nem kell a sok pénz, mert ugye mindig mert bármennyi pénzt el lehet költeni, de hogy hogy megelőzi néhány dolog. Meg egyébként, még ha a pénzről valamit, még azt mondják sokszor nekem, hogy pénzmotivált ember. Hát persze, hát ki az a hülye, aki nem akar pénzt keresni? Hát ez az állat, bocsánat, az bolond, Ez nem normális. Tehát a, a motiváció szintek között is van, ugye, Igen. A négy motivációs szint. Én azt mondom, hogy az a fontos, aki képes arra, hogy ő tudja, hogy azért, hogy pénzzel legyen, tennie kell. Ennyi az egész. És ha motivált lesz és kap vissza, akkor meg pénzt Nagyon egyszerű. Igazából én kettővel dolgozom, Jó. De, van, de négy az, amit mi használunk is, és így keressük az embereket is. Ugye indulok a leg, le alulról indulunk. Az egyik, ugye az a pénzmotivált, aki pénz, csak pénzmotivált, tehát csak azért dolgozik, mert pénzt kap. Abban a pillanatban, hogy nem, nem, kap pénzt, a kevesebbet nem dolgozik. Vagy nem úgy, ugye ezt az, vagy nem látod sokszor, ha vannak statok és azok helyesek, akkor látod a statokkal a, a statisztikát, a mérési rendszert értem. A második az a személyes nyereség, vagy a karrier motivált, és ez is fontos, legyen igenis szándéka egy embernek, hogy ő akarjon előrébb haladni. De ne csak ez, tehát ez a kettő. Fölötte a, nálunk, hogy mi használjuk, az a hivatástudat, a harmadik, a negyedik pedig a kötelességtudat, az pedig az a szint, amikor az ember neki tudja, hogy neki ezt meg kell csinálnia. Akkor is, hogyha kevesebb pénzt kap, mert a cégnek nem megy olyan jól, de neki akkor is el kell végezni a dolgát, termelnie kell. De én azért mondtam, hogy kettőt használok, és én úgy használom, hogy kiáramlás motivált, vagy beáramlás motivált. Tehát csak kapni akar, vagy először adni akar, és aztán kapni. Tehát kiáramlás motivált, is beáramlás motivált, mert az, mondom, Igen. az hülye, aki nem akar pénzt kapni. Igen. Tehát itt a között is mondom, megkapom néha, hogy milyen pénzmotivált vagy. Az vagyok, basszus pénzmotivá pénzmotivált vagyok. Hát pénzből él mindenki. Igen. Csak én először adok és én tudom, hogy először adni kell, és a munkatársainak is mindig ezt mondom, gyerekek, ezt nagyon megtanulták, mi akkor tudunk nagyon sokat keresni, hogyha nagyon sok embernek segítünk az építés álmat megvalósítani. És az első, megvalósítjuk az álmokat, majd ő adja a cserét. Igen. Tehát, hogyha most arról beszélgetünk, hogy itt van az asztal, tehát, hogy én itt dolgozik, mint munkatárs, akkor először ugye elvárt lenne, hogy én is letegyek valamit az asztalról, hogy fel lehessen valamit venni az asztalról. Hát ez így van, tehát, végül is egy... a fizetési a... rendszer, hogy ugye normális ez milyen. Először dolgozol, aztán a végén vagy következő nap elején megkapod a pénzt. Van egy történetem. Na, <laughs> Képzeld el, hogy nagyon sokáig kilóttam ezzel, hogy ha valaki nem tudott visszajelzéseket adni, belecsúsztunk abba, nagyon régen, hogy elvesztette az önbizalmát. Tényleg, tehát, hogy teljesen lecsúszott, elzülött, stb. És ugye attól volt, hogy saját magát nem tudta elismerni a jó dolgot magába. Tehát hiába kapott visszajelzést, azt is leértékelte. Ezért bevezettem egy 1000 forintos franchise ami arról szól, hogy fogja az illető, és amikor saját magát leértékeli, akkor egy ezest be kell fizessen nekem. Ez egy jó Gazdag lettél? Há, persze, azóta, azóta, ebből élek. Tehát, ez egy jó, e, ez ez egy nagyon jó dolog. Viszont, hogyha leértékel másokat, akkor is be kell egy ezrest, Úgyhogy ezzel is figyelgetünk, jó? Tehát, hogy, és az a lényeg a franchise-nak, hogyha valakinek elmondom, most elmondtam ugye minden hallgatónak, akkor utána nem kell neki, ha ő ezt tovább viszi, nem kell franchise díjat fizetni. Tehát, Uha. A, ez egy kicsit lehet, hogy bonyolult rendszer, de, de tök egyszerűen működik. Tehát DNS Attilának kell fizetni ezzel. Lé... Ez, ez az összes lényeg ennyi. De akkor lehet, hogy sok pénzhoz kapni. Hát ennyi. csak a számot mond be. Hát De a a, hát, a... a kommentben lesz a számla a számom. Hogyha úgy érzed, hogy leértékeled önmagad egy ezerest, vagy hogyha leértékelést kapsz, és te hagyod, hogy hülyének nézenek akkor is... Jó? És hogyha te nem teszed meg ezeket, akkor is. Tehát végül is akármikor, mikor így nézzük, akkor ez az 1000 forintos franchise így működik. Hogy... Nagyon remélem, hogy nem fogsz megvalaszulni ebből. De <laughs> nagyon, remélem. nagyon remélem. Azt akarom tőled ki tudni, hogy megemlítetted, hogy leírtad. Ez mit jelent, hogy leírtad? Írtál róla irányelvet, vagy hogyan fogalmaztad meg? Ez lenne egy az első. Igen, ugye nálunk van egy szabály, hogy ami nincs leírva, az nincs. Az nem létezik. Igen, én írtam. tehát Először is én megnéztem, hogy én hogy csinálom, hogy működik a legjobban, hogy nálam működik. Ezt írtam le, és utána ezt tovább lehet fejleszteni. Leírtam irányelveket, nálunk mi úgy is irányelveket, hogy szakmai leírások, ugye az, amikor ténylegesen szakmai uh -huh. dolgokat, hogy kell csinálni. De irányelveket hoztam arra, hogy hogy kell működnie annak, hogy mi esődünk kell leülni egy munkatársal. Egy ilyen leülésnek hogy kell neki nézni, pontosan le van írva, hogy mivel kezdesz, milyen körülményeket teremtesz, és a többi, és a többi. Erről mondasz egy picit, tehát nagyon tényleg. Hát nagyon, nagyon egyszerű, ugye, ha, ha, te leülsz egy munkatársal, és az a régi rendszerből is már még jött, amikor nem volt még ez nekünk, akkor mindig azt hittem, hogy a munkatársam is le akarod tolni, ugye? És, és, és ahhoz, hogy ezt ne érezze, olyan körülményeket is teremtesz. Tehát nyugodtan vigyél, te vigyél neki kávét, te főz meg a teát, tegyél be gyümölcsöt, amit csak úgy jónak látsz az irodádban. És én ezt sokszor úgy csinálom, hogy nem én hozzám jönnek be, hanem én megyek hozzájuk. Uh -huh. Tehát én vagyok az ő irodájukba. Már és az is nekik egy komfortosabb, ugye neki az kell, hogy ő komfortosan érezze magát. És utána elmond egy pár eredményt, sikert az elmúlt egy hónapból, amit ő annak tart. Te hozzá még, hogyha olyat nem mond, amit te is tudsz, hogy van sikere, eredménye, uh -huh. elismerés neki elbeszélgetsz vele arról, hogy milyen gondjai vannak, miben kéri a segítségedet, miben tudsz neki te még hozzátenni, hogy tudna ő még többet adni, és ezeken a, a, beszélgetéseken nincs hibáról szó. Erre később kicsit rá akarok térni, mi van akkor, hogyha hibázik, mert ezt mindig megkérdezik tőlem, amikor ezeket elmondjuk, hogy így működjünk, akkor ezeket Most is, is megmondhatjuk egy tök meg. egyszerű dolog. Tehát, ha valakit hibán kapsz, valami rosszat tesz, olyat, az eredménye, ugye az a hiba, az eredmény nem az optimális, hanem valami rosszabb annál. Ezt te meg tudod. Kiász mindenki előtt, és akkor leoltod Egy, ezt nem. Tehát egy. ugye egy, dicsérni lehet mindenki előtt elismerni, letolni, vagy hibát felhozni csak négy szem és nem szabad megvárni ezt az egy napot, amikor havonta egyszer lejössz. Ha látsz valami eltérést, oda mész, ha tiéd az ember. Ugye, hogyha nem a tiéd az ember, hanem vezetőé, tehát neked csak a vezetőbe beosztottad, akkor hozzámész. És egyszer elmondod, ezt lát, tehát ténz, itt nagyon fontos, nem személyeskedünk, nem azt mondjuk, hogy te milyen hülye vagy, hanem figyelj, ez történt, láttam, hogy az értékesítő ezt a projektet elvesztette, azért, mert én utána jártam ezt és ezt csinálta, légy szíves, van három vagy két napod arra, hogy az értékesítő korrigált, menj vele, csináld meg, kész, ennyi. És nem megyünk tovább. És előtte is érdemes adni egy kis elismerést, hogy az, én látom azt is, hogy az értékestő ezt meg ezt jót csinált, de ezt az egyet most korrigált. Tehát és magyarul egy, egy, pozitívval kezded mindenféleképpen. Ez annyiban, nagyon kell vigyázni, nem, volt ilyen, ez előfordult, amikor ezt a srácok az úgy vették a vezetők, hogy oké, okay, kezdjük pozitívval, figyelj, tök jó ez a dolog, nagyon jó, hogy azt a, azt a partnert azt megszerezted, nagyon szuper ez, de... de. <laughs> de tudtam, hogy ez no, azt az a, az a <laughs> szépen sikerült a dolgot. És akkor már utána ez akkor az, hogy amikor ment egy elismerés, hogy fú, milyen szuper ez de. a... a <laughs> mit tudom én, a, a, az a levél, amit megírtál. Aha, és mi a de? Tehát, és, igen, ezt, igen. és akkor, ezt, meg kell szüntetnem, hogy a te szót és, és akkor mondjuk ezt leírtad az irányelvbe, hogy ne használjuk, nincs de. tehát hogy nincs, de. nincs Tehát ha adsz egy elismerés... Tehát magyarul minden olyan dolgot, ami hirtelen felmerül, szépen beleteszed irányelvbe. nálunk az irányelvek folyamatosan változnak, vagy újra születnek, vagy folyamatosan bővülnek, meg a leírások. Az is egy, egy rendszernek egy része, hogyha valaki a saját posztján valami olyat csinál, ami jó eredményt hoz, és nincs benne a kalapjában, akkor le kell érni és utána a következőnek már, akinek átadjuk azt a annak így tanítjuk be. Úgyhogy igen, hát ez a dolog, ez így jól működik. Tehát magyarul bármi, ami van, tehát hogyha azt mondod, hogy jön egy új munkatárs, akkor fogod, megmutatod neki ezt az irányelvet, és ő megérti, hogy ez egy rendszernek a része, és pontosan le van benne írva, hogy az, hogy hogyan dícsér, tehát kiemeled a jó tulajdonságát, képességét, ha jól értettem meg, mindenben le van benne írva, és az is le van benne írva, hogy ha akkor adott esetben akkor nem lecseszünk, hanem négy szem közt visszük tovább. Így van, így van ugye, Jó, a érdelem. hibát mindig négy szem közt. Nem szabad, láttam ilyet is nagy tömeg előtt, hát az az ember a porig letalázva. ott is adta a céget. Mi, mi a, mi a célja egy vezetőnek? Én ezt úgy hívom, hogy a, minden embernek van egy termelési szándék, a munkakedvnek is hívják. Én azt mondom, hogy egy erős szándék, hogy a termeljen. Ezt a szándékot nekem vezetőként erősítenem kell. Soha nem törhetem le. Tehát ezért nem értékeljük a munkatársat, ezért nem adunk neki lecseszést, nem üvöltözünk vele, pláblá, hanem normálisan, tisztességesen emberként bánunk, akkor is, hogyha elhibázta. Ha meg akkor a hibát vétettem már azt mondjuk, hogy etikátlanság, komoly, akkor el kell küldeni. Azt is barátság van -e. akárhány embert elküldtem, mindenkivel jó barátság vagyok most okay. is, mert ott se aláztam meg őt. Egyszerűen nem oda való abba a, mi cégünkbe. Úgyhogy ezt, ezt, úgy lehet jól csinálni, hogyha a termési szándékkal foglalkozunk, és tudjuk Igen. azt, hogy ember, embert felemelek, akkor ő akar termelni. Ha letaposom, egyébként a tisztességes ember az egy hiba után, hogy érzi magát? Puh, hát, rosszul. Furdaja, elkismeret, minden baja van. Most, ha te még mész, és még, még hozzá beletaposod teszed. a sárga földbe, ugye nem az a célunk, hogy letapossuk, Igen. Cím, felhozzuk. Igen. És ez ezt egy elismerés, ezt egy, akár az csak, hogy normálisan szólsz hozzá, ez nagyon tudja nevelni. Igen. Most azon gondolkoztam, hogy itt van neked ez a hatalmas cég, és hogyha egyetlen egy embert úgy elküldenél, hogy... Ahogy, ahogy nem kéne, az elmenne a szomszédba, a haverjához, a barátjához, a, a mindenkihez. És a hírnevet, de milyen hírnevet tud ez generálni a háttérvel? Én pont láttam egy élő példát, amikor egy srácnak mondtam, hogy figyelj, csak egy dolgot kell csinálnod, egyelőre az első pont, hogy ne ordíts az embereiddel. Mindenki előtt hangosan az üzletbe. Ez az első. És ugye ezt nem hagyta abba, és mondta, hogy nem tudja miért, de ne, nem tud munkatársakat találni. Tehát, hogy nem tudom. Tehát, hogy érted Elég a lényeg, tehát, van. Hogy valami, És még nem mentünk abba bele, hogy dicsérni kell, csak egyet mondtam neki, hogy vigye, hagyd abba. Mm -hmm. És nem hagyta abba, és az eredményekről nem akarok beszámolni. Egyszerűen nem talál munkatársat, mert van a haverja, van a barát és a hírnév miatt egyszerűen nem mennek hozzá. Hogy erről van-e tapasztalatod esetleg? Hát, rengeteg ilyen tapasztalatom van. ha azt nézzük, hogy azért nem megy oda valaki dolgozni a munkahelyre, mert hogy tudja, hogy ott, ott hogy bánnak az emberrel. Mert valakik közé tették, ugye akár ma már ott van a közösségi média, nagyon szépen közé lehet tenni azt, hogy valahol hogy bántak veled, e, illetve ott vannak a barátok, lehet akik mesélni, és mesélnek is. Ugye a rosszat hamarabb elmondják az emberek, mint a jót, Igen. és hamarabb, hamarabb meg is értik az emberek a rosszat. Igen, előfordul az, hogy valahova azért nem mennek a munkatársak, mert mert ott nem úgy bánnak vele, és azért megy valahova az ember, mert ott akar dolgozni, mert ott emberként bánnak vele. És pont ezen dolgozunk mi is egyébként, hogy nagyon fontos egy cégnél például az is, hogy a cégnek a, az imázsát azt a munkatársakon keresztül is növelje. Tehát például most marha ötlete volt a, a, nálunk a HRS szervezeti osztályvezetőnek kívül, de mindegy HRS vezetőnek, hogy azt e, csináljuk most folyamatosan, hogy minden egyes osztályról készítünk egy videót, ahol az osztálynak a munkatársai bemutatkoznak, elmondják, mivel foglalkozunk, elmondják, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, és ezt közé tesszük. közé tesszük. a, benne a cégben, meg a Facebookon is. Minden egyes munkatársat bemutatunk a Facebookon, ők elmondják a saját dolgaikat, hogy ők miért szeretnek ott lenni, miért magukat. De, hogyha valaki ezt nem fogja föl, mint vezető, hogy nagyon fontos az embert, emberként kezeljük, ez azt értem, hogy van egy szabály, amit én bevezettem a cégben, barom egyszerű szabály. Bánj úgy másokkal, mint hogy szereteti veled bánnak. Vagy Igen. szeretni veled bánjanak. Így van. Ez egy nagyon egyszerű szabály. Egyébként a benne van a Bibliában is. Így van. Ha már nem olvasok, nem is Bibliát, de tudom, mert az egyik, az egyik barátom az olvassa. És ha te ezt az egyet megérted, hogy, hogy neked csak úgy kell bánnod vele, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak veled. Szeretnéd, hogy üvöltöznek veled? Szeretnék, hogy a beletaposnak a sárga földi, földbe? Szeretnék, hogy le ledorongolnak? Szeretnék, hogy lekiabálják a haját a fejedről? Hm. Nem szeretnéd. Igen. Ennyi az játék. Kérdezek egy olyat, ami uh, gyakorlatilag mindig felszokott merülni, aki elkezd irányelveket írni, hogy nagyon jó, hogy leírja, megnyugszik a vezető, hogy úristen, megírtam az első irányelvemet, hogy adja van a munkatársamnak? Ha, <tos> <tos> ez nagyon jó kérdés, mert uh, egy irányelvet, azt nem csak egy bármilyen tanítást eléggé nehéz úgy átadni, hogy az azonnal működjön, illetve nehéz úgy átadni, hogy az folyamatosan működjön. Ugyanis vannak olyan irányelvek, amiket az ember két havonta egyszer kell, hogy figyelembe vegyen, és akkor el is felejti szinte. Hogy ami nálunk működik, és nálunk ez a része nem volt még tökéletes, most alakul úgy ki, hogy a rendszerbe beillesztünk egy tanfolyam felügyelőt, és akinek az a dolga, hogy az irányelveket rendszeresen, folyamatosan kiszúrva dolgokat megtanítsa az embereknek. Uh -huh. Ugye itt nagyon fontos az, hogy az irányelvekkel mi úgy írjuk általában, hogy leírjuk, hogy miért hozzuk, tehát leírjuk, hogy mi történt a cégben, és annak kezelésére hozzuk egy ezt a irányelvet, uh -huh. és utána ezt úgy adjuk át, hogy el kell olvasniuk az embereknek, és utána van -e mellé egy rövid ellenőrző lap egy tesztszerűség, amit neki ki kell töltenie, meg kell válaszolnia, hogy ezt ö, akkor megértette, az alapján látjuk, és utána használatban pedig megfigyeljük, hogy hogyan használja. Ez nagyon sok munka. Tehát azt hozzáteszem, ez nagyon sok munka. Ez pont olyan, mintha te sportolni mész, elkezdesz edzeni, nagyon sokat kell ezen, hogy valamit jól csináljál. Egy irányelv, vagy egy egy, egy szabály, mindegy, nevezzük, egy céges viselkedési szabály, bármi Igen. nagyon fontos. A céges értékek, amiket az ember meghoz, nagyon fontos, hogy betartsák, azt is kell. Tehát ezt újra meg újra bele kell vésni a fejekbe. Láttam, hogy a véredben van az irányelv, de tudom, hogy amikor mi is vezetünk be irányelvet cégeknél, hogy azért nem ennyire könnyű. Mit javasolsz te első lépés, azt mondod, hogy megírtam az első irányelvet, hú, megnyugodtam, de jó, itt van a kezembe. Te mit, mit javasolsz egy hallgatónak, aki, aki ott ül és hallgatja most, hogy mit tegyen meg először? Tehát mi lenne, mi lenne, azt mondod, hogy Ha nem... megírt az irányelvet? Igen. Ez attól függ, mekkora a cég, hogy vannak-e vezetői, alatta, vagy pedig ő egyedül a vezetés alatt, csak munkatársak vannak. Kettőt. Hogyha vezetők vannak, én, én azt csináltam, én, hogy egy, most nem az első irányú veszünk, az elsőt azt én írtam természetesen, Jó. de miután meglettek írva az irány, szétküldtük a vezetőknek, nézzék ők végig, egy, értik-e? Az, hogy együtt e vele, vagy nem, az nem kérdés, hiszen velük ele... Én először szóval mindig leegyeztetem, hogy mire kell irányítani, és mire akarok én hozni. És ha ők megértették, ők nyugodtan hozzászólhatnak, hogy figyelj, ezt a részt még egészítjük kezzel, azt a részt azzal. Ha ez helyes, akkor kiegészítjük, és amikor ez megvan, akkor ők adják át a munkatársaknak. Általában úgy, hogy elküldik e-mailen, és utána ö, meg, most, már, most már nem is csak e-mailen, most már e rendszerben, ez online tanulási rendszer, Megkapják a, a munkatársak, ki kell töl, el kell olvasni, meg van, hogy meddig, ki kell töltenie az ellenzőlap alapján a válaszokat, és visszakapja és megnézi a vezető. És nem működés, látjuk. Tehát biztos, hogy én eléggé demokratikus vezető vagyok ebből a nézőpontból, egyébként nem vagyok az. Tehát a, a véleményem szerint nem tudom, mondhatok hogy ilyet a cégben a demokrácia nem működik, tehát az, az, a káoszhoz vezet. Inga. De minden esetre abban demokratikus vagyok, hogy meghallgatom az embereimet, és őket megkérdezem. Ha nincsenek vezetőim, csak a munkatársak vannak, akkor nekik el, el kell. Tehát neki a munkatárs akkor fog irányát betartani, ha egyetért vele. Hogyha van még tíz munkatársam rajtam kívül, nyugodtan küldjem el nekik, hogy gyerekek. Sőt, még azt is megcsináltam, hogy összehívtam egy gyerekek, ezt tapasztaltam, ezt a dolgot tapasztaltam, mondjuk például értékesítőket érinti, mondjuk van öt értékesítő, őket összehívtam gyerekek, azt tapasztaltam, hogy a projekteket elbújjuk azért, mert nincs vezetve a vagy nem írjuk fel azt, amit a, amit a tárgyaláson megbeszéltük, semmi gond, srácok, meg is kérdezem, hogy lehet ezt elkerülni? Hát figyelj, lehet, hogy felkérni. Oké, mibe, hogyan? Le el is mondják, tök jó, megírom az irányelvet, ez történt, így kezeljük, elküldöm. Nektek így jó? Jó. Puff, gyakorolt be, és akkor működik. Én ebben nem hagynám ki a munkatársakat ebből. Abszolút. Aztán vannak olyan, mert egy példát a a cégnek van 11 értéke. A 11 értéket kb. 25 évvel ezelőtt írtuk össze, nem én írtam össze, hanem a partnereket megkérdeztük, és ezek alapján leültünk vezetők, beosztottak vagy 15-en, és az alapján összeértük a 11 értéket. És az is ilyen foglal? foglaltad? Természetesen. Nagyon jó. A cég küldetését nem én találtam ki ezt is, azt hiszem, ott is 12 en ültünk, először a partnerektől, hogy felmértük, hogy egyáltalán mi az, amit mi adunk nekik, és ebből jött ki a cégnek a küldetés, ami egyébként folyamatosan változott, mindig bővült, kicsit, hogy ugye kell az is, hogy értető legyen, rövid legyen, amennyire lehet, és azért meg kell legyen. Tehát én nagyon ebben a részben hiszek, hogy néha a munkatárs többet tud, mint te. Tehát a munkatársakat érdemes hát megkérdezni. A végén, és nem csak a posztjával kapcsolatban. Például mondok egy példát tavaly tartottam egy, aztán fél évben egy nagy meetinget, és minden munkatársak, elmondta, gyerekek, mindenkinek kötelessége a cég PR-ját növelni, és ahhoz hozzájárulni, hogy hogy tud a cég terjeszkedni, fejlődni. Várom javaslatokat. Rengeteg javaslat érkezett raktárostól, adminisztrátortól, pénzügyesektől. Tehát az emberek fejében olyan dolgok vannak, amit nem is hiszel el. Igen. Érdemes meg, hogy azt, hogy mit használsz és hogyan használod utána, az már te döntésed. Te milyen kérdéseket szoktál használni? Mi halálegyszerűket kérdezünk, és halálegyszerűek a válaszok, mert amikor leülök egy vezetővel, akkor ilyen nagyon túlbonyolítja, hogy ti mit szoktatok használni. Te egy egyszerű kérdés, hogy ha azt akarod felmérni, hogy a pr kapcsolatban, munkatási munkatársi hatékonysága, bármivel, mi elég gyakran küldünk ilyen kérdéseket, ti hogy csináljátok ezt? Attól függ, mi a téma. De hogyha például a Mondjuk, ha vegyük ezt a példát egy értékesítőnél, látjuk azt, hogy az értékesítőknél van egy olyan hiba, ami általános, akkor tök egyszer megkezdem, te ezt hogy oldanád meg? Te mit látsz ebben a. Ebben a Egyre látod -e ezt a dolgot, hogy látod most, te mit látsz Igen. ebben? Elmondja, hogy ezt látja ő is, oké? Okay? Milyen megoldást javasolsz? És bármi hülyeséget mondhatsz. Nem nagyon kérdeznék bonyolultabb dolgot, meg nem is bonyolultság túl. Igen. Azt láttam, hogy az egyszerűség jobban működik, mint a bonyolultság. Bonyolultság az nem működik. Tehát igen, a... igen, mert amikor ilyen is van, mindig olyan fura. Tehát sok kérdést akarnak feltenni, sokat akarnak meg megtudni egyszerre, de egy egyszerű kérdés. Két sár... három kérdés. Abszolút. És, 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 én annak vagyok a hívott személyesen. Tehát még hogyha csapattal is akarom, ott is nyugodtan. Miért csinálok azt, hogy volt, volt, is csináltunk, hogy leültünk értékes ez pár évvel ezelőtt, és mindenki azt mondta, figyelj, Mondhatsz minden rosszat, ami neked a cégben nem tetszik. minden. Mondja, el, És egyszerű, lehet, hogy nem kezeltük utána, mert csak ugye neki valami személyes dolog nem tetszett, de legalább elmondhatta. Legább És fulla. elmondta, lejött róla a figyelme, puf, ment kész. tovább. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, amiket, hogyha, hogyha te többször kérde minden többször, de ne írásban, meg lehet ki az írásban is. Ugye vannak, mi is olyan felméréseket, céges felmérése, amikor egy hosszabb kérdéssort kell, hogy megválaszoljon. Egyébként jó, aki töltő is arra, ilyen 90 os és ott több kérdésre válaszol. Nem tudom már, mik vannak, mert nem én csinálom, a HR csinálja. De ezek a gyors, rövid kérdések, főleg, hogyha egy aktuális, éppen aktuális dologról van szó, az sokkal Abszolút, sokkal kijön a probléma. Persze, persze. Abszolút. És egy fontos, nem szabad semmelyik választ sem kritizálni. Abszolút. Jó? Tehát bármi, bárki bármit válaszol, nem adom azt, hogy Én egyszer nagy hibát, hogy nálunk, amikor én minden év elején leülök a beosztott vezetőimmel, most is egyébként pont igen. ez a időszak van, hogy megtudjam, hogy arra az évre neki milyen privát céljai vannak. Tehát mit akar a magánéletben elérni? Családdal, barátokkal, igen. és a többi. Saját magával. Igen, igen. És az egyik nagyobb barátom, aki a termésékezgatónk, elmondott pár ilyen célt. Kerítést felújítani, a házban kifesteni azért, és akkor mondom neki, egy nagyon képes ember, mondom neki, egy hú, én most is majdnem elsírom magam, mondom neki, hogy figyelj, Tomi, te, te, egy nagyon ügyes ember vagy, tényleg, te sokkal többre vagy képes, mint csak egy ilyenekre. És ez a csak volt a kérdés. láttam az arcán, ha már látta az ember, komorságot. És akkor én mondtam, hú, mondtam neki, hú, Tomi, bocs, ne haragudj, passzus kulcs. Hát ez akkor a hiba, hogy én megkritizálom az ő céljait, ami neki cél. Abszolút. Tehát, ha, ami neki, a, ami, ami az óriási. Ő, ő álláspontja, azt nem kitizálni kell, azt meg Ébíteni. kell érteni, ha lehet, nyugtázzuk le, ismerjük el, és utána nézzünk adjunk el egy másik nézőpontot esetleg. De én úgy nagyon rossz érztem magam. De ezt, de, de ezt nem szabad. Tehát azt mondom, hogy bármilyen véleményt mondanak, bármilyen javaslatot adnak, azt meg kell köszönni. Azért óriási, hogy ennyi embert mentorálsz, úgymond, akire figyelsz, és ez mekkora értéket, mekkora dolgot tesz le az asztalra, úgyhogy. Le a Köszönöm szépen, szerencsére vannak nagyon jó vezetőim, és nagyon jó csapatom van. A mi munkatársaink azok tényleg egy csapatként működnek, még hogyha van, hibáznak is előfordul, de egy biztos, hogy minden, minden, egyes munkatársunk a küldetést szem előtt tartva működik, és ez óriási. Tehát így nekem nagyon könnyű dolgom van. Készültünk neked egy játékkal, Na. nagyon egyszerű lesz a feladat, ezt a bögrét lehet megnyerni. El kell mondanod röviden, hogy mivel foglalkozik a DMA. Nem egy bonyolult kérdés, szerencsére lesz bögrém. A DMA azzal foglalkozik, hogy cégeknek segít olyan rendszereket beépíteni a cég működésébe, amely rendszerekkel sokkal és sokkal sikeresebbek és eredményesek lesznek. Hogy a rendszerek mik ezek, nem akarom kifejteni, sok ilyen van. Szinte a cég teljes területén segít a DMA, de a lényeg az, hogy meg segít nekik rendszerben gondolkozni, hogy elérik a cégeket röviden. Hát bőségesen megnyerted a bögrét. Hát még is Köszönöm szépen. Ezért a bögre. A nézőket kérem majd meg, hogy tanuljanak, Tehát, hogy, tehát, hogyha így most. Jutalmak és büntetések. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy jutalmazás, és az első jutalmazás az, amikor, amikor úgy gondolkodunk, hogy adjunk visszajelzéseket, ezt szerintem elég jól kifejtettük, beszéltünk irányelvekről, azokat, hogy kell adni az embereknek, hogyan vigyük tovább, de ha arról beszélünk, hogy jutalmak és büntetések, akkor te hogyan jutalmazod még az emberek, mi alapján nézed meg, hogy ő jól dolgozik, rosszul dolgozik, tehát ezen felül. Kettő dolgot használunk, egyszer statisztikákat, mérőszámokat használunk, minden egyes posztnak vannak statisztikái, ami azt jelenti, hogy méri azt, hogy ő mit állít elő, és mennyit, és, és abból mi a jó, mi a esetek rossz, és nézzük azt, hogy ez hogy halad trendszerűen. Tehát minden hónap elején le kell ülni minden munkatársal, fél óra, 20 perc, attól függ mennyi, és értékelni kell, idéződhetetlen az értékelést, tehát hogy Igen. felemelni kell, úgy mondom. Ha ott az ember lát valami kis eltérést, akkor azt gyorsan korrigáltatni kell, a jutalmazások alapján nálunk ugye a jutalmazás elsősorban jutalék, azt tudni kell, hogy nálunk az értékesítők, akik, tehát azok, akik közvetlenül az értékesítésben dolgoznak, tehát az eladók értékesítők, ők jutalékosak, Igen. ugye normális, Igen. de minden egyes munkatársunk jutalékos is. Tehát van fix fizetésük, és mellette nagyon komoly jutalékot kereshetnek a saját teljesítmény alapján egy részét, a másik részét pedig a cég teljesítmény alapján. Tehát magyarul egy csapatként működő egység teljesítménye alapján határozódik meg a keret. És abból ő részesedik az alapján, hogy ő mit teljesít a posztján. Nézzük a statisztikákat. Jó. A stat a saját termelés, a stat a másoknak a segítés, ami az még nem mért adat, de azt látjuk, hogy áll a munkához. Hogy, hogyha van egy olyan feladat, ami nem kötődik a posztjához, de meg kell csinálni, akkor hogy ugrik, nem ugrik. Tehát ez, ez a kicsit szubjektívnek tűnik, de mégis, mégis ha nem aha. is, papíron mérjük, de látható. Tehát é. nézed a statisztikáját. Statisztika, az első az, hogy a termelése. Az Igen, tehát a termelés tehát az, 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 az a legfontosabb. A termelésnek van egy olyan része is, hogy ő <höh> valójában, a vezetőnek például mennyit kell őt rugdosni, hogy termeljen. Tehát ez is egy fontos dolog. Ha valakit nagyon sokat kell rugdosni, nekem volt olyan akit, aki rohadt jól termel, de, de akkor a figyelmet igényelt az embertől, hogy, hogy már többbe került, mint a, mint a termelése. Igen. És, de az első termelés, van egy rendszerünk erre is, hogy hogyan kapják meg a jutalékot, tehát az értékesítők ugye az értékesítés értékes alapján, és ár és tömeg, tehát nem árbevételre, Igen. hanem ár tehát alapján. Tehát Az eredményét nézzük. Tehát Azt a, nézzük, aki... hogy amikor lejönnek a költségek, tehát Igen. a közvetlen költségei egy terméknek, akkor mi marad, amiből majd tudunk osztani. Igen. És a másik, hogy a szintén ár tömeg szinten havonta kapnak a munkatársak is, jutalékot a termelésük alapján, és utána rendszeresen negyed évente meg van határozva az, hogy mennyi jutalék lehet, ami lehet több is kevesebb, és attól függően, hogy eléri, eléri a cég, vagy nem éri el a cég azt az mint amit kitűztünk arra az időszakra. Igen. Elég egyszerű, aztán elég bonyolult. Talán ami, még itt érdekes lehet, És sok céggel beszélgetek arra, hogy vezessél már be jutalékos rendszert, nem csak az értékesítőknél, hanem igen. vezess be jutalékos rendszert a, a munkatársak. De mindig ez merül föl, hogy hogy. ez, és akkor erre jön az, hogy hú, super szuper, figyelj, lesz. És, nem azért kell bevezetni jutalékos rendszert, mert az ember csak pénzmotivált, hanem azért, mert a többlet esetleg több pénz jár. Kész, és akkor mondjuk azért, ú, bevezetem, figyelj, akkor fizettem neki három kilót eddig, akkor mostantól 150 lesz a fixe, és a maradék 150, az pedig majd attól függ, hogy hogy dolgozik. És mondták, hogy Igen. nagyon jó, tök hülye vagy. <laughs> Gondold végig. Eddig akármit csinált, megkapta tehát a, a fejére át is besült, megkapta három kilót. Most te azt mondod neki, hogy Levon. csináld ezt, és levonsz tőle 150-et, hát ez Mondom, miért nem csináld azt, hogy Eddig megkaptad a három kilót, nem mértelek téged semmit, figyelj, ezent is megkapod, és van a cégnek egy terve, mondjuk ennyi. Ha e fölött teljesítünk, és te meg a te munkádat mérve e fölött teljesítesz, akkor Igen. még ennyit meg tudsz kapni. És az lehet, bár mindegy, hogy mennyi. Sokkal jobban működik ez, tehát az egy büntetés, Igen. hogyha levonok. Igen. És én pont azt mondom, hogy nálunk is úgy van, hogy én nem büntetek, hanem nem jutalmazok inkább. Akkor itt már itt fogok rákérdezni. Gyere, azt beszéltünk az elején, mert mindenféleképpen fejtjük már ki. Képzeld el, tartottam egy képzést, jöttek az emberek, jutalmak és büntetések, eljött a srác, leült, eltelt egy óra. Mikor jön a büntetés rész? Mondom, kicsit még várjál. Eltelt két óra, három óra, azt mondja, figyelj Attila, baj van. Mikor jön a büntetés rész? Hát mondom, Sajnálom, de ez nincs. a büntetés rész nincs. Azt mondja. És én azért jöttem, hogy hogy tudnám megbüntetni az én embereimet. Hogyan tudnám őket még jobban? És mondtam neki, hogy figyelj, mondok egy büntetési rendszert neked. A legnagyobb büntetés az, hogyha újból olvassa az irányelvet, vagy a munkaköri leírás, kalap leírását. Ez a legnagyobb büntetés. Azt mondja, hú, én nem erre számítottam, tudod. De teljesen másra gondolt. És ugye, amire tőled vagyunk kíváncsiak, hogy te hogyan csinálod azt, hogy. Nagy hangsúlyt fektesz a jutalmakra, és ugye mindig a büntetés az egy nagyon a büntetés idézőjelbe, egy olyan rész, ami nem arról szól, hogy le kell vonni, és nincs benne. Tehát, hogy nagyon jól fogalmaztál, hogy 300-ról 150-re, és ha még kárt okoz, arra is egy kicsit ki akarok térni, akkor mi történik. Uh -huh. Jó? Először is nem alkalmazok a büntetést. Tehát, Tudta, veszi, hogy az a baj. Itt ez egy ez ez nagy, nagy hiba. Igen, megnéztem, és utána jártam, hogy a bűncselekményeket elkövetők között, akik utána börtönbüntetést kapnak, nem halálbüntetés, mondjuk. Mennyi az, aki tényleg megjavul? Hát elenyésző százalék. Tehát, hogyha én azzal valaki nem teljesít, mondjuk egy értékesítő nem teljesít, és én még eleve ugye jutalékban kevesebbet fog kapni, ami nem büntetés, hiszen ebben egyeztünk meg, ez egy szerződéses megállapodás. Igen. De még büntetem valamivel, ami tudom, még le van a plusz tőle, és ez még, tehát bárhogy megbüntetem akkor, akkor abszolút demotivált lesz. Tehát pont az, a, ugye mondtam az elején, hogy termelési szándéknak a növelése, a büntetés a termelési szándékot csökkenti. Akármilyen eredményt is érte. Persze, hogyha valaki van, annyira eredménytelen, akkor ne büntessük, váljunk meg tőle. Tehát egyszerűen tisztességesen kövessünk el mindent, hogy normálisan el tudjunk válni tőle. De az, amit mondtál, az egy nagyon jó büntetési rendszer, hogy igen, képezzük. Megmondom, nálam mi a büntetés? Az a büntetés, hogy kevesebb figyelmet kap. Hm. Tehát azt mondom, hogy ha van mondjuk két értékesítő, ő húz, mint az állat, ő meg döcög, akkor ja. én azt mondom, hogy figyelj, mennyi a termel, persze a képzés, hogyha kell neki, és azt mondja, figyelj, nekem nagyon jó lenne, hogyha gyakorolnánk a zárást. Oké, okay, ott van, mennyi oda tanuljál, tehát mennyi és -e lesz, olvasd el ezt, olvasd el azt, és utána csináld és gyakorold be. A jó emberre pedig figyelek, hogy mit csinál, mi kell még neki, mi az, amivel még tudok neki segíteni, még őnek, is van És csak annyi? tudod, hogy ez fordítva van? kint hát, a Tehát, hogy mind, az, az kap figyelmet, aki nem dolgozik, érted? És akkor nem értik, hogy nem, nem termelnek. Hát, ugye az a szabály, az nagyon jól működik. Aminek a figyelmedet szenteled, azt kapod vissza. Ha te a jónak szenteled, a jó teljesítménynek, és odaadsz több figyelmet, ez nem, nem azt jelenti, hogy valaki nem ideálisan teljesít, hogy nem kell foglalkozni. Ez nem ezt jelenti. Tehát, hogy nem Igen. kell képezni, fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha, e, mondok egy példát, ha egy jó értékesítő, vagy egy jó munkatársad van, azt elhívod egy ebédre. Kettesbe elmentek ebédelni. A másikat nem jó elvédelni. Azt azt te csináld a dolgot, a töreg. Hm. Jó? Neki, ő ezt meg. Ugye ezek, amikor te figyelmed, az mindegy mi az, az jutalom. Igen. És a, egyébként a pénz is figyelem. Így van. Tehát az is egy jutalom, az, az, is, is egy utalom. figyelem. És, és ez nálunk nagyon jól működik. És volt egy, egyébként az, amit elmondta a történetet, nálunk volt egy hölgy, elment tőlünk. azt mondta, egy, egy nagyon jó termelt, követette hibákat is. És hát a, termési igazgató, ő volt a felettese, ő nem büntetőse. Hát, hogy ugye nem büntethet, mert ez a szabály nálunk, hogy nem büntetünk. És állandóan csak beszélgetett vele, hogy mit segítsek még, mit milyen képzés kell, és elment. És azt mondta, hogy azért megyek el, mert ilyen nincs, hogy nem büntetnek. Elment, majd egy hónapban hívott minket, hogy jönne vissza, mondjuk, hogy nem. Tehát elment azért, nem büntetik. Hát igen, semmikon. mert ezzel megszokott. Ez volt ez az elején, ha valakinek ez a fajta cégvezetési kultúra igen. nem tetszik, nem fekszik, Nyilván, nem kellett dolgozni. hát akkor, akkor az Ennyi. tehát hogy abszolút. Úgyhogy én én azt tudom javasolni minden meg hallgatónak, hogy nem a büntetés hozza az eredményeket, hanem a, a figyelem. Jutalma figyelem, figyelem amire értem a jutalmazást, értem Igen. az elismerést, és értem az azt, hogyha valaki pedig nem jól teljesít, akkor fejleszünk, képezzük, ha pedig azzal sem, akkor akkor nem tudsz mit csinálni, mi? van. szépen, normálisan, kell neki mondani, hogy figyelj, boldogítsál mást. Ennyi. Hát a konkurencia ő nekünk sosegít. segít. Le, hogy tudod, figyelj, de, tudod, leződ, nekünk fog. Egy példát, ha mondjak. Amikor átvettem a céget 93-ban, volt egy értékesítőm, Dél-Magyarország, Dél akkor egész Dél-Magyarország volt. És nagyon nehezen ment neki. Nagyon nehezen, tényleg. És akkor 94-ben, talán amikor ősszel behívtam, feljött, mert vidéki volt, feljött, és mondta neki, figyelj, mi szeretlek, imádlak, tök jó ember és nagyon akarsz látom, de valahogy ez az egész nem fekszik neked valami miatt, nem tudom miért, váljunk el. És mondta, hogy ez mondta, hogy de figyelj, Béla, megcsinak mindent, és, és ide, de láttam, hogy rosszul van, tehát azt láttam rajta, hogy az ember meg fog halni, hogyha ezt, ezt hagyom. Igen. És mondtam, figyelj, nem, e Imi, tök jó ember vagy, sajnos ezt látom, hogy nem bírod, Tehát látom azt, hogy, hogy tönkre fogsz menni, mert nem akarok téged tönkretenni. tenni, váljunk el. Szépen megbeszéltük, kiment az ajtón, bejött a feleség hozzám, nyakamba borult, sírva, és megköszönte. De jó. És, és, bocs, de nem ezért mondtam el, Azóta, utána az ember elment vállalkozni, és egy szuper jó vállalkozó lett. De neki az nem feküdt, hogy nálunk így, amit dolgozni kellett. De vállalkozóként tökéletesen. Érted? Tehát az, hogy nálad nem tud jó termelni, nem azt jelenti, hogy máshogy nem állja meg a helyét. Nincs jó helyen. Mennyi hangsúly fektetek erre a képességekre, hogy egy munkatárs inkább a képességei, tehetségei szerint, hajlandósága szerint dolgozzon? nagy figyelmet szentelünk természetesen, hogyha főleg akkor, hogyha egy munkatárs akar haladni előre, akkor biztosítjuk a lehetőséget. Nálunk nincsen karrierterv, nem tudtam még kitalálni a karriertervet, hogy hogy kell egy ilyen cégnél előre lefektetni, hogyha bejössz hozzá a raktárosnak, akkor hogy lehetsz ügyvezető. Nem bírtam, viszont a lehetőség ott van nálunk. Például nekem volt egy asszisztensem, aki logisztikai asszisztens volt, uh -huh. és hozzám került. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk az előrehaladási lehetőségre, a képzésre, a fejlesztésre. Tehát arra, hogy, hogy ők ők amit kapnak, és ahogy kapják, azt utána kamatoztassák a munkájukban. Hiszen, és az, hogy valaki, például, nagyon egyszerű dolgot mondok, volt egy, egy srác, akit felvettünk alkalmazás technikai vezetőnek. Alkalmatlan volt. De alkalmazás technikusi elméleti síkon, viszont brutál jó, Brutáljú volt. Nem rúgtuk ki, megbeszéltük vele, oké, okay. itt nem, de van egy poszt, és csináltak egy posztot neki, figyelj, ezen a poszton fogsz te jó muzsikálni, azóta is nálunk lesz, nem tudom, húsz éve, és nagyon jól csinálja a dolgát. Ő De képzéseket tart, eljár, egyetemekre ki, szakmai szervezetekkel tartja kapcsolatot, és stb. És ott van nálunk. De Meg kell találni az embernek a helyet. Lehet, hogy eljön értekesztőnek, ilyen is volt, jött értekesztőnek, alkalmatlan volt, áttettük, úgy mostán, úgy, hogy most már úgyhogy mérőktanácsadó, szuper profi, olyan jó do... most ez is már tíz éve van a srác nálunk. Tehát lehet, hogy rossz helyen van, csak lehet, hogy a cégnél valószínűleg, lehet, hogy csak a posztján van rossz helyen. De nagyon kell figyelni, ezt látod a teljesítményéből, látod róla, ránézni, azért kell leülni, ránézel, látod rajta, hogy ő kínlódik, tehát örömmel csinálja, vagy kínlódva vagy csinálja. Ha valaki kínlódva csinál, nem jó. Van nektek a többi munkatárs. Igen. mondjuk több szinten dolgoznak, Igen. és ők, ha kiválasztunk egy magasabb vezetői réteget, vagy, egy, vagy egy, a, akik mondjuk dolgoznak termelésbe, ezeket hogy csináljátok? Mert ez mindenkit érdekel, de ugye nem mindenki tudja ezt jól rendszerezni. Hogyan rendszereztétek ti? Először is megtervezzük az évet. Ezt már mi érdekes módon szeptemberben elkezdjük, és már novemberre kész van a jövő évi tervünk, és az alapján, a terv alapján minden vezető saját magának készít egy negyedéves célkitűzések táblázatot, kitölti, mikor, mit akar abban a negyedében elérni, ami utána az ő terveit és az ő végeredményét, értékes végtermékét meghozza. De ez alapján nem osztok minősít, nem, nem jutalmazok, ez, ez, ez nem a jutalom alapja. Ugyanis én úgy, úgy gondolom, hogy a, lehet ez alapján jutalmazni, hogy akar az ember, csak hogyha elér minden célkitűzést, és netán rosszul határoztuk meg a cél, mert egyébként ezt rájuk bízom, hogy aztán én is adok nekik, hogyha úgy látom, hogy ott még ezt, meg ezt szeretném elérni, de rájuk bízom. Ha nem jó határoztuk meg ezeket a célokat, és ettől nem lett jobb az eredmény, akkor miből fizetem ki? Uh -huh. És ezért ezt én nem jutalmazom, hanem ezen ott a figyelmem, Minden hónapban ránézünk, hogy miket írt le arra negyedével, hogy rajta legyen, fussanak ezek a dolgok. És utána viszont ők is, a vezetők is ugyanolyan jutalmazási és ütalékos rendszerben vannak, mint bárki. Más a, ha nem értékesítő, és az az értékesítésben résztvevő vezetők kivételek, ők jutalékosabb teljes mértékben. Uh -huh. Az azt jelenti, hogy akár raktáros, akár valamilyen vezetőbeosztású, több hónapot tud hozzákeresni a pénzhez hogyha a statisztikák rendben vannak, és a cég hozza az mondjuk egy statisztikát, ha most itt a nézőknek, hallgatóknak egyetlen egyet ki tudnánk fejteni, hogy mit nézel, meg mi az, ami neked fontos szempont. Mondok egyszerű dolgot. Köszönöm. Köszönöm mondjuk egy, egy, marketing vezetőnél az ő statisztikája, az a, ami, amire ő hatással tud lenni, az a kiáramlás. Például. És azt nézzük, nem is azt nézem, nézem azt, nézem azt is azt a hogy milyen reakciók vannak, mi a végeredmény ennek, de valójában ő, amire hatni tud, persze a jó szöveggel tud arra is hatni, hogy azt többen elolvassák, és a többi, de ha ő többet áramoltat ki, jól, mert ugye ki kell képezni, akkor az eredmény is jobb lesz. Például ez lehet egy statisztika. Lehet az a statisztika egy marketingos tevezetőnek, hogy a reakciók száma. Ez is lehet. Csak ne felejtsük el, hogy akkor lehet, hogy kevesebbet küld ki, kevesebb lesz a reakció Így automatán. Tehát holővítával lehet, hogy több lesz, mert jobb a szövegek, meg, meg jobb a level, levél, meg jobb a videó, amit kiküldött, de hosszú távon nem. De például lehet mondjuk egy raktárosnál, de amikor akkor raktárosok szépen vannak mondjuk egy kocsi rakodónál, a megrakott a hibátlan megrakott autók száma. Ezt ő vezeti saját magának. Igen. És ebből látjuk, hogy hetente. Tehát a munkának lakztatók. az eredményét írja. Mi, a, a munka, meghatározunk, mi az, eredménye, mi az a mit értékes végtermék, de mi az eredmény, amit érte kell hoznia, uh -huh. és annak teszünk egy mérőszámot, meg vannak a statisztikák is persze, de ezt a mérőszámot nézzük, meg nézzük az alstatokat is, hogy alakulnak, mert lehet például ugye értékesíteni, hogy a statisztika a tárgyalások száma, és ugye nála azért az értékesítésnek a a bevétel, ami, ami a, Igen, de a, 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 a De A tárgyalások számától után. nagyon függ az, hogy ő, mm -hmm. ő mennyit fog De A bevétel százni. után kapja Így a plusz Így van. Tehát, és könnyen lehet az, hogy a tárgyalások száma éppen növekszik, de még a bevétel nem követi. No, azt vettük észre, hogy kb. 3-4 hét múlva követi a bevétel. Úgyhogy te azt is lehet tehát nézni az értékesnek, hogy nem azt díjaznám, hogy mennyit tárgyal, hanem azt, hogy mennyi bevételt hoz, azt díjaznám. Vannak például a könyvelőknél, ott például a helyesen lekönyvet. Mi elkövettünk egy hibát? a könyvelőknél, hogy csak azt mértük, hogy a hibák. Tehát mennyit hibázott? Ez volt. Ugye, és most nagyon gyorsan mondtam, mondtam, hogy a term, a gazdasági vagy a könyvelés, számít el osztályvezetőnek, hogy a könyvelésnek az eredménye nem a hiba, Egy hanem a helyesen így. időben lekönyvelt tételek száma. Ez az ez a eredmény, ez a terméke. A hiba már, az, Ez már mérhető. Ez a mérhető. És ezt mérjük. És utána persze, hogy van hiba, rossz helyre könyvel, vagy vagy rossz számrak, mit tudom én, uh -huh. vagy később könyveli, de nem azt mérjük csak, és igen. nem ez a, mint volt ilyen egyébként a termelésben, hogy a, a ki nem szolgált vevő ö, kilogramban, tehát igen, a mennyiség. És mondtam, hogy igen, ha én arra adok figyelmet, hogy a ki nem szolgált mennyiség, akkor az növekedni fog, mert, mert akkor azon fognak dolgozni, minél többet ne szolgáljanak ki. Nem, elkezdtük mérni a, a kiszolgált termelt mennyiség, hogy hány tonnát, kilót adnak ki hetente a raktár volt. Tehát az egész termelésnek egyik résznek ez volt a, ez a terméke. Mert azt is lehet mérni, és azt lehet egy, ugye egy autó megrakonna, vagy például egy, van egy komissiózó, annál például az összekomissiózott mennyiség hetente. Tök egyszerű mérőszámok. Igen. Egy, nálam például van a, a kommunikátor, ugye mondhatjuk asszisztensnek, tök mindegy, akinek több a dolga, az egyik legfontosabb dolga az én naptáram szervezése, de a legfontosabb dolga, hogy a, a vezetőknél futó programok, tervek hogy állnak, és azok menjenek. És ő neki határidőre elvégzett programjövősek száma, ez. És ő beírja szépen a statisztikába. És ő ezt hetente, ő vezeti, ez már digitálisan vezeti, mi már a statoknak egy részét vezetjük, nálam van igen, a falon, a fő statok vannak fönt falon, papíron, de egyébként digitálisan vezetjük. És, Kulj, és egy munkatárs hozzáfér egy alkalmazással, beírja, hogy egy mai nap ennyit termeltem, 23 szor raktam össze a raklapot, igen. beírja is kész. van és mit tudsz javasolni a hallgatóknak, ugye, mert a statisztikáknál könnyen el lehet követni a hibákat, hogy nem látjuk a trendeket, tehát hogy nem látjuk, hogy mely, milyen irányba megy. van -e erre esetleg olyan a bevált szokásod, hogy nézed, hogy most csak lent megy a statisztika, fent megy? Mondjuk egy raktárosnál is, vagy egy, egy is megvan egy minimum egy mennyiség, amit meg kell termelni. Ez, de az, hogy ha a, ha felrajzoljuk a diagramba, akkor látszik a trend tehát mi diagramban. Tehát nem csak igen. adat, tehát ugye egy adat nem adat. Nem adat, így a, van. Ugye a statisztika alatt, meg a mérőszámok azt értjük, hogy legalább kettő adat, ami összehasonlítva van az el, ugyanazzal uh -huh. eh, terméknek az előző, valami időszak előző adatával. És az egy, adat. vagy ilyet, vagy ilyet, vagy ilyet, és akkor ezeket lehet tudjuk kötni. Ha látjuk a diagramot, a görbét, akkor elég egyszer meghatározni a trendet. Igen. Ha már azt meg tudjuk határozni, hogy fel vagy lefele ment, akkor már látjuk, az már sokat jelent. Az már sokat jelent. Mert a lefele megy, akkor valamit igen. változtatni kell, Persze itt is Igen. megvan, hogy mit változtatunk. Ha felfelé megy, akkor is valami, akkor meg valami Igen. más kell csinálni. Uh, mit látsz egyébként, hogy amikor a, valaki szembesül azzal, hogy folyamatosan lefelé megy neki, és egyébként ő volt az a mondjuk a nagy szájú, akit úgy tűnt, hogy sokat dolgozott, tehát hogy ezeket uh, hogyan érdemes kezelni, vagy hogy miért jó ez egyáltalán, hogy látjuk, hogy most lefelé megy, valami felfelé megy? Hát először is elég jó hogy az jó, hogyha időben avatkozunk be. Tehát nem hagyjuk, hogy mondjuk hónapokig valakinek a statja lefele menjen, vagy akár 6 7 -hét hétig. Egy, tehát egy, attól függ, milyen a poszt, de egy-két hét után, inkább két-három hét után tisztán látszik, hogyha az fontos lefele, hogy valami baj van. Le kell vele ülni. Tehát Igen. én azt mondom, ilyenkor négy szem közt. A vezetőnek egy kis dolga ez, de akkor... Igen. De csak annyira kell leülni, hogy kell -e valami segítség. Tehát nem, nem, szabad, tehát nem szabad neki szállni most az összes figyelmünket. Ezt nem szabad. De meg kell nézni, mi történt. Oda kell menni a területre, meg kell nézni, mi történt. Tehát ennyi. A... Látjuk. Ha nincsenek statok. Akkor nem látjuk. Akkor nem látjuk, érted? Hogy, hogy, hogy lehet vezetni? Most ez egy hülye céget, kérdés, statok statok nélkül? Nem tudom. Hát figyelj, biztos lehet vezetni valahogy, mert főleg, a kicsi még a cég, biztos lehet, akkor, de akkor ott kell lenni az embernél, és folyamatosan kontrollálni kell az embert, hogy ő mit csinál, hogy csinálja. Hát megérted, figyelmet veszek. So, sok az igen, egyszerű. Ha egy vezetőnek a... azért a sokba kerül. Mint, ja, el... Hát az ideje a Hát vele én azt javaslom mindenkinek, hogy ha nálunk például, amikor voltunk 12 13 már statokat vezettünk be, sőt, nekem már csodálkozik mindenki, nekem hr sem volt 12 főnél. Igaz, hogy mi vezetett két osztályt, de három osztályt is vezetett, a szervezeti osztályt is vezette. Én javaslom, hogy vezessenek. Bármilyen statisztika jobb, mint a nem statisztika. Olyan statot vezessen, olyan, olyan grafikont valaki vezet, a munkatársal, ami, ami, megmutatja, hogy ő mennyit hoz létre valamiből. Uh -huh. Tehát, találja ki, ez lehet, lehet, lehet negatív statisztika is, de az ne hibastat legyen, hanem valami olyasmi, ami ha negatív, ami hát inkább pozitív legyen. De lehet mm -hmm. a statként, tehát hogy egy, lássuk az hogy mit tesz, ugye a, a tevékenység, amit tesz. Hát ne az után kapja jutalékot. Ne azután, tehát, nem a, termelés az után a, termelés után kapja. A termelés után. Le kell, egyszerű, mm -hmm. le kell, nem egyszerű, bocs, sok munka, le kell ülni, meghatározni a posztokra az eredményt, amit elvárok tőle, hogy de az eredmény nem az, hogy Szépen írja a leveleket? Nem. Ha levéllesz a feladata, akkor egy nap vagy egy héten hány darab levelet, illetve mi a legírt, pontosan, Igen. helyesen megírt, kiküldött levelek száma. Ez, ez egy ténylegesen befejezett valami. És ha ez megvan, akkor ezt mérem, és látom abból, hogyha ő ennyit írt meg akkor meg lehet kérdezni, figyelj, mondjuk, mondjuk az én beosztottam, és az én levelemet írja, és mondjuk neki pont az lenne a dolga, hogy a, és az a statja, hogy a levelek száma, akkor én megkezdem figyelj, látom, hogy két hete folyamatosan csökken. És akkor mondja azt, hogy uh -huh, mennyit adtál? Mert attól függ, hogy annyi ír, amennyit ah, én adok Igen. Tehát mondjuk én statot nem is mondok neki. De például az, hogy a, a lezárt programlépéseknek a száma, így a határidőre a lezárt programlépések száma, leülök, látom, hogy két hete e, megy lefelé, és akkor megkérdezem, mi történt? És akkor egyszerű dolgunk van. Hát mondja, igen, ez meg az nem nem, nem csinálta meg. Hm? És egyszerűen, te mit csináltál? Hát ezt meg azt meg azt. Hogyan tudtam elérni, hogy meg legyen időben? Hát előbb kellett volna. Szó. Tök jó. Vezest be. Már írjuk is le. Mennyivel kell egy, egy, ennél a vezető, mert ez szinte emberre van szabva, ennél a vezetőnél mennyivel kell neki figyelmeztetnie őt, hogy csinálja meg azt a dolgot, hogy elkészüljön határidőre. Egy beszélgetés. Ezek gyorsak, pár perc, de működik nagyon jó. Tehát, de mindenképpen valamit vezessünk, hogy én, mint vezető, ne legyek, mint a sokan hozzák ezt a példát, Tök egyszerű. Én nem a gép, repülőgépes példát Egy röplabda edző vezeti a statisztikát, ott ül a segédedző, és írja emberekre vonatkozóan, hogy jó ütés, helyes, leblokkolták, takták, és a végén megnézzük, hogy egy meccsen ki hozott. Igen. És egy az alapján voltak utalmak, Kettő, mi, kinek műve kell fejlődnie? Ebből nagyon jól lehet látni. Ha megtudod, hogy valakinek a statja merre hol mit hibázik el, hol mit nem csinál meg, hogy egy biztos egy statisztikát, azt mindig valaki okozza, valaki kreálja. Nincs egy magától statisztika, megy föl vagy megy le. Tehát mert ugye ez szokott lenni, amikor azt mondják, lefelé egy hú, mert a vevő értékes tőle. mert a vevő ezt nem fogadta mert oda az a termék nem volt jó neki, és akkor mindig csak azt jelenti, hogy semmi gond, te mit tettél? Te, te hogyan érted el, hogy a statod lefelé menjen? Csak nézzük meg. És ezt is parátsággal, tehát fontos, ne fel magunkat, ha látunk egy, nekem volt ilyen, nemrég történt, tehát néha az én, én sem bírom ki, legalábbis magamban, hogy egy projekt, egy barátom, a, a nagy építés, a nagy cégnek, építőszének a tulajdonosa egy fölhívott, hogy nézzük ezt a projektet, menjünk, kimentünk, minden megcsináltuk, és nem nyertük meg. És akkor, és engem meg nem hívtak föl, hogy figyelj, baj van. És amikor ezt először megtudtam, hogy ezt nem nyertük meg, hát a pumpa elindult fölfelé, és akkor mondtam, hogy aha, akkor most nem beszélek a srácsal. Most nem mi most nem mondok neki szépeket, hogy végig gondoltam, hogy okay, mi történt, oké, okay. és akkor felhívtam, és megkezdtem tőle, figyelj, mi történt. Ennyit kérdeztem. Elmondott mindent, hogy ezért, mert ki volt írva ez, még nem tudtuk, oké, okay. te mit tettél, hogy ez ne történjen, vagy mit tettél, hogy megtörténjen. Hú, igen, hát a tervező voltál nála? Nem. Ha elmentél volna, talán nyerünk. Ha lehet. És ez mind úgy, hmm. úgy tök jó kedvűen tudtam megcsinálni vele. Pedig de ideges lettem akkor, amikor az anyán is tenni. Meghogy kézzel, hogy barátom, a jó barátom, ér, a projekt, azt nem így Ó, anyám. Úgyhogy, ja, ezt meg kell, tehát figyelni kell arra, hogy mi, ha leülünk a munkatársal, legyünk mindig normálisak. Ugye mindig bánj vele, ahogy szeretnénk, hogy, ő, hogy ők bánjanak veled. A statisztikáknál említetted, hogy ugye mindenki az eredményei szerint van, Igen. és az lenne ugye a kérdés, hogy hogyan vezetik, tehát ugye digitálisan beírják, de hogyan éred el, hogy mindig vezetve legyen, vagy hogyan működik ez a rendszer neked pontosan? Ez egy jó kérdés, mert ugye ilyenkor jön az a válasz általában a cégvezető, hogy igen, de hát honnan tudom, hogy igaz, amit beírt? Hát semmi nem tudod, illetve később meg tudod, mert a termelés úgyis meg fog látszani az embernek, meg az a tényleges eredményeket, tehát nem csak a számon, amit ő behúz. Tehát én nem motiválom erre az embereket, most már egyáltalán nem, nem is kell, mert már tudják, hogy ezt így kell csinálni. Én azt csináltam a legelején, hogy tisztáztam a statisztika szó jelentését, hogy mit jelent a statisztika, és azt megértettem, hogy miért kell neki vezetnie. Miért jó az, hogyha ő ezt vezeti. És itt kellett az nagyon, hogy ha neked lefelé megy a statod, akkor nem büntetek. Mert az ember azért nem meri beírni azt a rossz statisztikát, vagy azt a rossz adatot, ami lefelé viszi a statját, mert fél, hogy valami történni fog. Ugye, mi van az emberekben, mit, mit tapasztalt korábban, Végem. hogyha rosszat csinálok, meg Akkor Ugye, mit csináltam, mint gyerek? Focisztam, berúgtam az ablakot, édesapám odajött, is, úgy megvert, hogy négy napig sírtam tőle. Érted? Tehát ez, ugye ez az emberekben. Tehát nagyon erősen kell, és ez nagyon következésen tartom magam, hogy nem büntetem a negatív statisztikát. És hogy azt tisztázom, hogy ez arra szól a statisztika, hogy lássuk, te hogy tudsz többet tenni, hogy tudsz jobban működni, hogy tudsz eredményesebb lenni, hogy többet téve, ugye én elértem azt az embereimnek, hogy mindenki tudja, hogy ez a pici termék, amit ő csinál, előállít, az hogy járul hozzá a végeredményhez, és abból hogy lesz neki pénze. Ja. Ugye nem mindenki tudja, hogy nem én fizetem őket, ez természetesen a piac fizet. És hogyha ezt ő megérti, és nincs félelme, hogyha valaki hogyha ő valami rosszat csinált, rossz statisztika, akár két-három hét, akár egy hónapig, akkor nem lesz büntetve, tehát valaki nagyon nem veri, akkor ő ezt megcsinálja. Tehát de én nem motiváltam őket arra sem, se pénzem, mondták, hogy akkor valahogy adjunk jutalmat valakire, de hogy adok jutalmat, figyelj, ha valaki lesz, nem tudom, én vezetőként megértetni, akkor ne vezessem azt a csapatot. Volt ilyen egyébként, aki meghamostotta, nincs nálunk. Kiderült. Tehát a, van az a, én nem vagyok egy közmondásra de a magyar közmondások egyik másik egész jó. Van az a közmondás, hogy a hazug ember, embert hamarabb utalérni, mint a sántakutyát. hogy azért sántakutya is tud futni, tehát nem egyből éred utol. De kiderül. És ilyenkor nem tudsz mit sem valaki. statisztika meghamisításért azonnali elküldés. Tehát az, az csalás. Ugye a csalókkal nem tudunk dolgozni. Ha én megtettem mindent, hogy ő értse, hogy nem büntetünk, és hogy csak azért vezettetjük a statut, egy, hogy ez alapján tudunk jutalmazni, Plusz ez alapján tudjuk azt, hogy neki szüksége van vagy segítségre, vagy egy jutalomra, vagy fejlesztése, vagy bármi másra. Szerintem az emberek nagy része tisztességes, normális, és ha te jól megérteted ezt velük, akkor ők megértik. És hogyha nézzük azt, hogy vannak alapleírásai, ha van ilyenetek, lefelé megy a statisztikája, ezzel szoktatok-e korrekciózni, vagy hogyan kapcsolod ezeket össze? Hogy ne? Hogyne, természetes, hogy a, ugye le van írva, hogy neki hogy kell működnie, és amikor nálunk van minőségi vezető, meg egy minőségi osztály, és hogyha én, tapasztalok én meg hogy tapasztalok eltérést, már neki küldöm, figyelj, nézd meg, mi történt itt, és általában minden ilyen végeredménynek a kezelés egy korrekció, amit vagy egy leírt kalapleírás, poszteírás, irányelvvel teszünk meg, vagy lehet, hogy nincs leírva. És akkor viszont hozunk egy új leírást, irányelv, valami szakmai betesszük a kalapba, és abból képezzük. Tehát azért, ami nincs leírva, hogy az elején mi mondtam, ami igen. nincs leírva, az nem létezik. Ha nem írtuk le, hogy mit, hogy kell csinálni, tehát nem csak a mit, nem csak a hogyan, a kettőt együtt, és a mi az eredménye, akkor mit kérek számon. Igen. Akkor ő úgy csinálja, hogy akarja. De az nagyon, igen, a kalapokat használjuk nem csak posztra képzésre, hanem korrekciós képzésre is. Az irányelveket, mindent használunk arra, hogy hogyan kell. Ugye ez a, ez kivizsgásnak az egyik dolga, van elejét, ugye? Első lépés, ha megkivizsgálom, mi az írás kép, az írás hogy le van való líra valami. Ha nincs, akkor már meg is, akkor... van, a, a, meg is van az ok. Hát Kétszer meg kell talán menni. Úgyhogy ja, használjuk a kalapokat erről is. Nagyon örülök neki. Ha valaki esetleg nem tudja pontosan, hogy mi ez, akkor lehet, hogy betesszük a videó alá, és meg tudjátok nézni, hogy mi ez a pontos kalapleírás, mik ezek az irányelvek, és akkor ott ki tudjátok, meg tudjátok nézni. Illetve késő, készült veled egy sikertörténet is, azt is szerintem be tenni a videó ajánl, hogyha valaki szeretne jobban olvasni rólad, vagy még hogy hogyan működtök, akkor ott is el tudja olvasni. Köszönöm szépen. Elárulok neked egy titkot. Na. Annyi sok mindent elmondtál, hogy nálunk is -e sokba került volna. <laughs> és ezt most, ezt most gyakorlatilag mindenkinek kijutatjuk, és azt kívánom mindenkinek, hogy vezesse be ezeket tehát egyszerű lépések. Szerintem nagyon sok ember hálás lesz neked érte, teljesen biztos vagyok. Igen, lehetséges, csak ugye te tanácsadóként dolgozol, nagyon sok céggel dolgoztok, én is sok céget ismerek, és egy dolgot észrevettem, adhatsz jó tanácsot, ha nem segítesz bevezetni dolgokat, nem segítesz nekik, hogy ők ezt be is tegyék, nem rugdosod őket nap, mint nap, akkor körülbelül száz cégből, hát jó esetben öt cégnél valamit csinálnak, és azt Igen. onnan tudom, hogy mi tartunk minden évben a kereskedő konferenciát, ahol nem a map erről szól a történet, hanem arról, hogy ők ott tudnak jobban működni. És azt is tudom, hogy a résztvevőknek a két-három százaléka csinál valamit. De volt egy nagyon nagy sikerünk. Az egyik legjobb barátunk egyébként egy nagyon nagyon komoly partnerünk is. Őt három évig tartott, még elcsábítottam az egyik konfer ilyen konferenciár, Mindig most lesz egyébként a 25-én az idei. És ott, amikor ott volt, felhívott a konferenciát, azt mondta, hogy Béla, ő egyébként olyan, hal valamit, túr, már teszi Béla, Öt dolgot hallottam, amit azonnal be kell tenni a cégbe. De ha, jó. Nekem már megérte. Úgyhogy Hú, a rátok egyébként nagy szükség van a tanácsadókra, a konzult, a konzulensekre, az, akik, akik segítenek. Tehát tök jó, hogy elolvassal egy könyvet. Igen. Te most gondold végig, hogy hány ember vezetett be valamit vezetőként a könyvek alapján. Nagyon nehéz. Hát nagyon kevesen. Igen. És ezért kelletek ti, akik, akik ott vagytok, segítetek ebben, támogatjátok a vezetőt. A vezetőnek akkor hányszor kell egy rendszer bevezetésénél ütközni a munkatársakkal, ütközni a vezetőkkel? Mindig. Jönnek a kritikák, jönnek a negatív dolgok. Ezen valakinek át kell segítenie azt a vezetőt, aki egyébként egyedül van. De, És ez dekön. a, legjobb segítő pont egy olyan tanácsadó, mint ti vagytok, én tudom, hogy nagyon sokszor én segítetek ti is. Köszönjük szépen a visszajelzést. <laughs> Szívesen. Egyébként képzeld el, Béla, hogy hozzánk egy vezető, és azt mondja, hogy be akar vezetni bármi vezetői eszközt, és elmondom, mi, a, mi az, amit kér tőlünk. Ez nagyon vicces lesz, vagy hát nem, nem annyira vicces, hogy minden kiderül. Azt, azt kérdezi meg, hogy hadd kérdezzem meg, hadd kérdezzem meg, hogy rugdosva leszek el, hogy bevezessem. Na, tehát ugye ez volt a kérdés, és hogy mi a válasz? És, igen, és, és igen, 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 ezért vannak a de mentorok, is. hogy igenis rugdosva leszel. Ugye néha az embernek a figyelme mindenhol van, de nem azon, hogy bevezessen egy új eszközt, amitől jobb lesz. Igen. Igen, hát sajnos így van, de hát nektek ezért van munkátok, úgyhogy ne körüljünk. Jó, a végéhez érkeztünk, és arra gondoltam, hogy egy jó játékkal fogjuk lezárni. A játéknak a lényege az lesz, hogy meg kell válaszolni kommentben a videó alatt, hogy mi volt az a legnagyobb büntetés, ami gyakorlatilag nem üli meg az embereket, erre kell válaszolni, és úgy fogjuk ezt játszani, hogy április 1-ig lesz ez a játék, addig lehet kommentelni, a nyeremény az lesz, hogy Bélával egy óra hosszában személyesen tudsz találkozni, feltenni kérdéseket, bármilyen kérdéseket tudsz neked válaszolni, és azért április elsőjé egyébként, mert kiderült, hogy a DMA-nek és a MAPEI-nek április elsőjén van a születésnapja, és ezért hoztuk meg ezt a határidőt. Tehát 2024 április 1-ig mindenféleképpen válaszold meg a YouTube kommentben, alul a szekcióban, hogy mi a legnagyobb büntetés, ami nem öli meg az embert. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és, és, és hát izgalmas órák voltak. Köszönjük szépen! Én köszönöm nektek a lehetőséget, és azt mondtam az a legelején, hogy a jó kérdésekre vannak jó válaszok. Úgyhogy ö, gratulálok nek neked is, felkészült Köszönjük voltál, láttam, szépen. hogy mit, milyen témákat akartál, és azt mondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy csinálni kell. Tehát ez nem gyerekjáték, ebben rohadt sok energiát bele kell tenni, csinálni kell, és utána meg lesz az eredménye. Köszönjük szépen! កាសែត